Ott hagytuk abba tegnap, hogy mesmerizing, tehát hogy mesmert legyőztük, és azt mondtam, hogy akkor onnan folytatjuk. Na most annyi történt, hogy én ma nagyon ráértem, úgyhogy elmentem összeszedni a összes Skadu Tree fragmentet, amit még, tehát ami most elérhető így a mappon. Úgyhogy igazából csak ennyi változás történt, hogy most van egy csomó szintünk, tehát két szintet tudtam lépni, ugye azokkal a Skadu Tree blessingekkel, vagy fragmentekkel, amit összeszedtem, úgyhogy most 16-os szintűek vagyunk. Gondoltam, miért is ne, és megtaláltam ezt a helyet, ami egyébként itt van. Hogy itt még nem voltunk. Úgyhogy akkor ide most bemegyünk. Sétadrég igen csökkentettem, de megmondom őszintén, hogy ez nem hátrányára változtatta a helyzetet. Az igen. Neki is nagy pöcke van. Katonában a nagy pöcök az... az hasznos. Poisa van. Raksa! Meg is van. Hello, stopsoros, jó estét! Raksas Great Katana. Helm, Armor, Gauntlet, van a teljes set. Oké. Weed Cutter a unique skillje. Az igen.
Érdekes. Jó, oké. Na, ez itt elmaradt. Úgy gondoltam, csináljuk meg. És akkor, most már tényleg megyünk tovább. Csak elköltjük a szót. Hát, annyira nem számít ez, mindegy. Oké. Na, elvileg erre kell tovább menni. Vagy itt már voltunk. Lehetett, elszaladtunk már a hídon. Igen. De benéztünk egyszer. Jó, hát fedezzük fel akkor a helyet. Ez nem tudom mi. Mármint, hogy hova vezet, azt tudom, hogy mi. Ki kéne őket egyesével húzni. Eddig jó. Másikat kellett volna. Na gyere. Taktikban vagyunk. Eddig jó. De itt mi van? Semmi. Thank you.
Te egy vízi disznó. Nem tudom, mi van. Kaptunk egy Scadutri fragmentet, egy kell a szint lépéshez, ez az egy kell, egy kellett. Úgyhogy most megint tudunk szintet lépni majd. Hello Nevermind, szia szia. Nagyszülőket taxisztál? Ez menüprogram. Működik az autó? Rozsdátlanítva van? Múltkor, mintha említetted volna, hogy rozsda kezelni kellett a járművet. Csomagtartó kádergumi. Öreg autó egyébként. Igen, hát azoknál ezek a dolgok már. Ja, hát érdekes ez a dolog. 24 éves. Hát igen, az nem fiatal. Érdekes otthon ez a öreg autó dolog. Ezen sose gondolkodtam otthon. Csak miután kijöttem ide és úgy fölhomályosítottak, hogy itt úgy nagyjából hogy állnak a dologhoz. Már aki fölhomályosított, azt lehet, hogy nem mindenki áll így a dologhoz, de itt ugye, hát legalábbis Londonban a 6 évnél öregebb autó az nem túl szerencsés. Mert hogy 6 év a korhatára. Ez a No Emission Zone behajtási engedély. Tehát napi díjat kell fizetni a 6 évnél idősebb autókra. Mindre. És nem is kevés, mert valami 15 font azt hiszem most, vagy valami ilyesmi. Tehát olyan összeg, ami már úgy szemmel látható. És hát nem igazán éri meg olyannal járni itt. Mondjuk, nyilván akinek nem muszáj autóval járni, az senki nem jár autóval Londonba. Mert nem túl praktikus. Akármilyen autóval, hát igen, de hogy ma még fizetni is kell érte. Mondjuk dugódíj az fixen van, az mindenkinek, meg még erre jön rá az a 11 néhány font low emission zone tarifa. És mondom, lehet, hogy már, tehát otthon is már kezd ez úgy
terjedni, de ugye ember vesz egy autót újonnan, most csak arról beszélek, a használt vásárlásról nem, akkor ezeket a nyílt végű leasingeket mindig úgy számolják ki, hogy olyan négy év körülre, 4-5 év. Ugye ez gyártótól függ ki, hogy gondolja, de ilyen 4-5 év szokott lenni. És utána vagy az, vagy becseréled, vagy kifizeted, ugye ez a két lehetőség van. Tehát, hogy a maradvány értékre kifizeted, vagy kérsz arra is hitelt, vagy becseréled, de általában beszokták cserélni. Szóval, ja, 4-5 éves autó. Addig garanciális, hordanod kell ugye a kötelező karbantartásra. Leugrottunk. Hát a kötelező karbantartásra hordani kell, meg ilyenek. De amúgy meg be lehet cserélni. Fogalmam sincs megint, hogy hol vagyok. Össze-vissza megyünk, az a helyzet. De a polkok vannak. Én nem szeretek motorozni, megmondom őszintén. Nagyon sok esetben nem praktikus. Szaridő van, meg mit tudom én, tehát... Ha veszek járművet, én autót fogok venni. Nyilván Londonban nem azzal fogok járni, mert tényleg... Sehogy se adja ki. Főleg nekem, aki egy hátizsáknyi cuccal jár. Mit tudom én, egy gázszerelőnek nyilván mennie kell, mert vinnie kell a felszerelés, de az az egy más kérdés. Ez is zárva van. Arra nem tudom, hogy milyen fizetni valóban egyébként robogóra, meg ilyesmire, én motorra. Megmondom őszintén, meg sem néztem. Én amúgy látok ebbe a fiatal autó dologba koncepciót. Nyilván drága dolog. Új autót venni, az mindig drága dolog. De látom az értelmét. Főleg, hogyha jó is meg. Szervízköltség nem olyan vészes. Az igen. Chemotox kéne ide.
ami így pénzügyileg se olyan vészes, tehát hogyha ilyen 4-5 évre veszed ilyen nyílt végűvel, nem is tudom, mit néztem, egy valami Toyota-t, ilyen 4-500 font környéke havonta. És az már egy nagyon jól felszerelt, jó autó. Tehát most 400 font havonta. Tehát nem egy rettenetesen nagy összeg. Londonban országbérlet. Országbérlet nincsen. Van travel card, amit tudsz használni, ilyen zónákra van felosztva a város. És akkor tudsz ilyen zónabérletet venni. Az még annyira nem is vészesen drága. Hát és mit tudom én, az is több száz font, de azzal lehet közlekedni. Meg nyilván van vonatra bérlet, de a vonat az rohadt drága. UK-ben nincsen. Tehát országbérlet az nincsen. Hát a nyuggereknek van valami. Ez a free. Nem, nekik si. Hát a fene se tudja. Ott még nem tartok, hogy azt megnézzem. Valami van, de nem tudom. De ilyen országbérlet ilyen nincsen. Ugye itt a vasút az, nem is állami. Tehát itt ki van, privát cégek üzemeltetik a vasutat. Van is gond vele egyébként. Már így az árazást tekintve. Tehát egyébként a minőség jó, tehát alapvetően már nem mindegyik, mert van egy-két cég, ami híresen katasztrofális. Tehát sokat késik meg, de mindegy, szóval problémás. Az biztos, hogy mindegyik rohadt drága. Voltunk lent az imént. Okay. De ugye az Oyster Card is olyan, azt is föl kell töltened, tehát hogy vagy pénzt teszel rá, vagy bérletet veszel rá, vagy valami ilyesmi. Tehát ez. De jó. Nekem is van ilyen real cardom. Nem real card, hanem ilyen egy kis plastik kártya, amire a bérletemet tudom tenni. Ah, ez is adott egy fragmentet.
Mindjárt lemegyünk oda, csak még erre kinézünk. Ó, ott van lent egy. De rohadt jól néz ki ez a terület is. Fine, Crucible. De ez nézzük már meg. Improves backstep, but increases damage taken. Hát, aki használja a backstepet, annak ez biztos nagyon jó. Ja, még a mara el lehetett menni. Kovics felverődés javít. Igen, az... egy érdekes dolog szélvédőre. Egyszer vittem műszakiztatni az egyik autót ott Debrecenben, mert pont úgy jött ki a izé. És ott már ki akarták cserétetni velem a szélvédőt, mert volt egy apró pici kovics felverődés rajta. Átvittem másik megyébe és megcsináltam ott a műszakit. Hát figyelj, Ancient Runes Cross Message. Skadu 3 Fragment. Oh.
És itt egy rész, akkor ide levő. Csak megfogjuk. Meg olvassuk el. Dén. We found the ceiling tree just ahead. Itt megint fel akarnak gyújtani egy fát. Sir Mesmernek kell a... Oké. Igen, szóval ha nem javítom, meg tovább repedhet. Ez kétségtelen. I abandon here the last of the flesh of my body. Ott volt már vagy... Hát, 5 éve. Az a kavics felverődés. De igen. Az úgy, hogyha ha nagyon bereped... Akkor igen, az csere. Ez kemény tökű. Nem, hogy itt mi történik most. Meghalt? Meghalt, ugye? Mert dobta a fegyverét. De hogy halt meg? Valami másik József ölte meg, aki azt a nagy tüzes izét csinálta, nem? Jó, meghalt. Oké. Okay. Devonia's Hammer. A strength fate weapon. Jó. Nem tudom, valaki nagyon elkezdett varázsolni. Valószínű abba halt meg, mert alig volt már HP-ja. Mondjuk a szót nem kaptuk meg érte, de mindegy. Nem panaszkodom. Jó, viszont akkor... Nyomunk egy ilyet. És akkor már 17-esek vagyunk. És csak egy kell a kövihez. Jó, menjünk tovább. Szóval, és egyébként... tovább is repett az a szélvédő. Nem is tudom, hogy mi volt. Vagy miért. Talán a fagy, vagy na mindegy, valami volt, már fene se tudja, hogy mi. És aztán végül is azért, hogy kicseréltük, mert nagyon megrepett, tehát... Nem volt értelme nagyon... javítgatni. Ó, igen. Már látom. Igen, ebbe halt meg. Hát... Futunk. Jó.
Ide miért lehet bejön? Mi ez a sok bagó itt? Menekülök, ha nem tűnne föl. Ki ott egy Spirit Spring. Jó, de ezt ki kell nyitni. Intenz. Jó. Egy lift.
Oké. Jó, ez ugyanaz a vár, amit néztünk a Dancing Lion, vagy mit miatt tököm után. Valahol kinyitottunk egy Spirit Springet. Oké. Egy füstkapu. Még itt körbenézünk, és akkor utána benézünk. Mi vajon ki lehet ott? Tudjuk költeni a szobát. Jó lenne. Hogy kell 60 61-2000.
lépünk ilyen szintet. Meg lépünk ilyen szintet. Na. És akkor most nézzük meg, hogy mi van itt. Ja, by never mind. Ó, a Dex is 69 volt. Bassza meg. Nem figyeltem. Okay. Romina. Remembrance of the Saint of the Bud. Szép, szép fight volt.
Bud Light. Bud Zero, vagy mi ott a neve? 0.0? Bud Light. Ja igen, az a 0.0. Stopsoros, ezt föl se olvasom. Hogy ezt kell felgyújtani akkor? Igen, ez nyitja a várat itt, ami előttünk van. Oké. Okay. Be is tépéz minket. Near Ilim. Nem melege a fejhallgató? Hát de. Nem, de azért annyira nem. Tehát ki lehet bírni.
Nagyon ilyen Lindell feelingje van. Azon nem tudom mi. Ez meg egy Attila. Meghalt. Chunky boy. Ezek meg itt csak sétálgatnak. Oké. Megyünk tovább. Az igen. Azt se tudták, mi van. Jó. Spirit Ashen is tudunk majd fejleszteni. Nem ez volt a terv, megmondom őszintén. De mindegy, így is jó. Szerintem ott a lépcsőn megyünk tovább. Igen.
Erre jövünk. Ne spoilereseríted, Adri, ha te ezt már láttad. Hitelen azért aggódtam. Na, menjünk tovább. Mondom, azért a lootért csak elmegyünk. Okay. Kaptuk. Szereti itt a villámlást ez a fiatalember. Megpróbálunk elszaladni. Egy pici kerés volt. Egy nagyon-nagyon pici kerés. Még lehet pont így lesz jó. Jó. Na még egyszer.
Igen, erős egy busó. Futunk. Hello, deszkit vagy deskit? Deszkit. Üdvözöllek. Szóval alapjátékban vagy, jelenleg 91 szinten vagy Sorcerer-rel. Megtetszett a Blood Build. Hát, kipróbáltad, és amúgy, ha van Larvar tíred, azért az alapgémben elég sok van. Bármikor vissza tudod tenni. Ugye a... Hát a mentéssel, hát én azt nem javasolnám, mert ha online játszol, akkor az okozhat gondot. Szóval inkább azt mondom, hogy próbáld ki, hogy tehát gyűjtöges Larvar tiért. Próbáld ki, hogy milyen a Blood Build, és hogyha ha tetszik, akkor oké, ha nem tetszik, akkor vissza tudod tenni. Kicsit más jellegű a mechanika, de én mindenképp javaslom, hogy próbáld ki. Tehát ez kétségtelen. Hol van? És miért? Ah, látom. Ott, ez nem az. De akkor hol van? Egy plusz 10-re? Hát igen, azért az eléggé late game. De a somberre gondolsz? Somberes plusz 10 vagy a sima plusz 10? Na a somberes plusz 10 azért az elég late game. Tehát az... Az igencsak a vége fele vannak a plusz 10-esek. Ó, látom. Oké. Okay.
Somber Dragon, igen, hát az late game cucc. Nem is tudom, hogy hol van az első, de... Hát igen, csak már ott a havas részen. Szóval amiatt szerintem ne aggódj. I abandon here all my fears. Hát bárcsak megtehetném ezt én is. Jó, menjünk fel. Bosszú. Hát igazán nincs mit. Mondom, érdemes minél több buildet kipróbálni. Tényleg ez a szépebb a játékban, hogy nincs egy olyan, ami mindenre jó, meg mindig jó. Meg nincs, hogy legjobb. Mindegyiknek megvan a maga varázsa. És igazából mindegyik működik. Legfeljebb valamelyik boss vagy map rész egy kicsit nehezebb bizonyos buildekkel, mint más buildekkel. Mogwin Palace-ban van leghamarabb a Somber Ancient Dragon Smithing Stone. Hát oda... Hogy is lehet eljutni? Ugye van a Varé Quest. Ugye a Varé Quest-tel ha azt végigcsinálod, akkor lehet eljutni. Meg mi a másik? Már nem is emlékszem rá. Hogy mi hogy jutottunk az első végigjátszáskor. Frostbite. Consecrated Snowfield Teleporter. Hú, hát igen, mondjuk azért ahhoz... Azért ahhoz sok kell. Szerintem az messzebb van a Consecrated Snowfield, mint a Varé Quest. És de szerintem több is kell. Varé hamarabban, jaja. Csak arra kell odafigyelni, hogy ne roncsd el.
Ja, hát az is későn van, mondom, a tényleg a plusz 10-es, tehát ez az Ancient cuccok, ezek tényleg late game. Tényleg late game, nagyon. Ott az item, ami kell. Ez a Finger Maiden robe? Vagy mi is kell ott? Tető time van. Csak mondom. Parkúrozni kellett volna? Hát, hogy itt a lift. Na, ki lehet ugrani. Ez egy shortcut? Igen, ez egy shortcut. De hogy van? Nem tudom, hogy ez a shortcut hogy volt shortcut. Fenejtje meg. Lehet akkor nem a tetőn keresztül kell most már menni? Megnézzük. Lehet, hogy itt csak annyi, hogy fölmegyünk.
Nope. Hallgatnom kellett volna, lástopsoros és parkúrozni kellett volna, igen. Ha jól csinálom, nem halok meg. Jó, akkor mostantól jól csináljuk. Jó, ez meg respawn. Hagyjuk. És jön utána, érted? Hát meghalt, csak a... Igen. Az vagy respawnol. Oh. Ez így esélytelen, mi?
Ott megy. Agyfaszt kapok, komolyan. Nem baj, futunk. Na, most koncentráljunk. Elnézést. Az lenne a plot twist, hogyha fölhívná a liftet. Meg kell buffolnom ezért miatt a szar miatt.
a rohadék. És itt van egy legendary item. Na, ezt elküldhetném izé Deskitnek. Ezért jöttem ide. Ezért szoktunk. Egy teljesen haszontalan item. Ja, ide is könnyű elszaladni, mi is topsoros. Alig kell pár dolog. Itt lenne alattunk a... Igen, itt van leszakadva a lépcső. Ott. És itt kell kiugrani a párkányra. Na most fölmegyünk és ott lesz... Ott lesz ő. Hogy fölállt oda, mi? Azt hiszi, hogy ott nem veszem észre. Na, nézzük meg mi. Nézzük meg mi van erre. Gyanús, hogy lehet summonolni. Gyanús, hogy fogok summonolni. Hagyjad békén! Hogy megdobta kukrival, láttátok? Szép volt. Ja, csapta a szelet. Fétes weapon. Jó, jól néz ki. Keepers of the Tower. Jó jönne egy Grace, csak mondom. Kilences szintűek vagyunk. 20 a max, azt hiszem. Stormcurt Sword volt a DS3-ból. Leda! It was never kindly Mikula, was it? The Erdtree was leading you all along, so that you might ascend to lordship. I come to these lands to begin with.
I suppose it must be what His Eminence, or perhaps Eurytree, desired all along. The clashing of the favored lords. Such that one would prevail. So be it. If you insist upon facing Mikula the Kind, then I will run you through whoever you might be. Don't tarry now. At the appropriate time. De szerintem velük küzdeni kell, nem? Ledáig, ha meg kell küzdeni mindenképp. Leda and her allies. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leda, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. Hornsen summoned as an adversary. Tis just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree, Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. Your lord is slain. And you are next, Marika. Az a varázslat az leszette. Az... Ah, megjött a... Megjött Dane. Oké, semmi baj. Nem vettem komolyan. Time, de ez... De ez kicsoda? Nathan. Hozok tehát. Puska kellett volna ez a melóhoz. Helps beat up Leda and her idiots. Elaborate and leaves. Hát megnézzük, hogy harcol. Én annyira nem jól harcoltam, megmondom őszintén. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Knight Leda. Sorry. Dryleaf Dane and our ally will never allow this. Said it would be. Lord of the Erdtree, Lord of Marika, you too deserve to face the reckoning. Your lord is slain, and you are next, Marika. Annak nagyon örülök, hogy egyszerre jönnek. Régen vagánykodtunk ezzel, hogy egyszerre gyertek, mert nem érek rá. Mikor bullyingoltak minket az isiben.
Láttam, hogy van még Spirit is. A szót ott hagyjuk, hogy ne kelljen vele vacakolni állandóan. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. Just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree. Lord of Marika. You deserve to face the reckoning. Bénnel már harcoltunk egyszer. Hogy basztottak ki a suliba? Nem igazán. Ott ilyen cirkuláris basztatás volt. Tehát mindenki basztatott mindenkit. De nem különösebben. Tehát nem olyan szinten, hogy... Na, tehát... Nem olyan volt, mint... Tehát nem volt súlyos, na. Inkább csak ilyen enyhe poénkodás. Amúgy igen, what goes around comes around, szóval... Ha valaki egyszer túl is tolta az izét, a basztatást... Efölött a stamina. Ó, hogy jön visszafele is ez a szar. Szóval valaki túltolta a basztatást, akkor az visszakapta. És egy idő után úgy mindenki úgy elkezdett mértéket tartani. És olyan barátságos. De én mondjuk egy nagyon jó általános iskolába jártam, az hozzá tartozik, tehát... Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. It is just as the woman said it would be. Lord of the Erdtree. Lord of Marika. You too deserve to face the reckoning. Szeg. Oké. Hát, amúgy jön ez a Nathan, csak... Ah, na, ügyesen kéne. Azt tudja, hogy először, tehát ezt a Hornszentet nagyon hamar meg kell ölni. És amúgy hamar meg is lehet. Don't you dare approach Mikula the Kind. Needle Nightletter, Dryleaf Dane, and our ally will never allow this. It is just as
as the woman said it would be. Lord of the Earth Tree. Lord of Marika. You too deserve to face the reckoning. Oh, Mikaela. Please. Redeem. Nathan így... Azt a kurva jelentbe. Bocsánat. Nathan, mi a fasz volt ez? Az durva. Milyen damage-et kiosztott? Kaptunk 300 000 szólt érte. Nem tudom, hogy ez történhetett volna másként. Itt van Hornszent. Hornszent utca. Ugye a Dane utcát már megkaptuk. Ugye amikor legyő... Nem, mégse kaptuk meg. Vagy igen? Na mindegy. Kíváncsi vagyok, hogy Ledának a cucca itt van-e valahol. Igen, én is ezen gondolkodok, hogy van olyan alternatíva, ahol nem kell őket megölni. Majd megnézzük. Oh. Talán armorja. Kell egy kicsi. Nézzük, mi rejlik a füstkapu mögött. My loyal blade and champion of the festival. Festival. Both your deeds will ever be praised in song. Now, the vow will be honored. And my lord brother's soul will return, so that he may be my consort. Nah.
Nem. Már megint. Oké. Semmi baj. Oké. Meghaltunk. Ez a vége? Tölti a HP-et? Hát ez fantasztikus. Na, mi még gyerünk. Azaz. De... Hát lova nincs, de tud repülni. Tehát... Kint van a szól. Lord Brother. At long last you are returned. Oh. Mikaela. Tarnished one. Aspiring Lord of the Old Order. If you have known sin, if you grieve for this world, then yield the path forward to us. To I, Mikaela, and my promised consort, Radahn. A thousand-year voyage guided by compassion.
A hátizsákot kéne ütni, mi? Kindly try again. Mikaela's Great Rune. What? Az hogy is? Az Great Rune és Runárkkal kéne leszedni? Vagy van külön ilyen... Mindent értek. Segít, Adrián, be van summonolva mindig. Au. Az az első dolog, amit csinálunk mindig, hogy lehívjuk a mimiket. Mióta ezt csináljuk, minden egyes alkalommal lehívtuk. Sárga jel nincs-e? Hát sárga hóból ne egyél. Megnézhetem. Kérdés, hogy lehetne-e, hogyha odafigyeljünk a questekre. Kettő is lehetne elvileg. Hát... Ott közvetlen nincsen.
Erre én nem látok. Meg miért lenne ennyire vissza? Úgyhogy nincs. Vajon elrontottuk-e annyira, hogy egyáltalán nem lehet már? Vagy még vissza lehet menni? Az a kérdés, hogy Tolié hol lehet? Tolié. Azt lehet tudni? Hát a map nem jelzi. Itt a Sentrina van. Azzal nem igen lehet csinálni. Hát ezt így most nem fogjuk tudni megtalálni. Megint próbálkozzunk még így. Ez már tényleg a guide kéne. Okay.
Délen a víz alatti virágos csajnában. Amelyik megmérgezett minket, az a virág. Itt. Hát itt a Sentrina van, vagy kicsoda. Sőt, már ő sincs itt. Kint lenne. Mert itt van egy ikon. De itt nincs senki. Ja. Pilar Pass Cross. Ja, itt nincs senki. A híd előtt a fánál. Melyik híd, melyik fa? Ez a híd. De mit csinál ott? Itt valakivel beszéltünk, arra emlékszem. És egyszer csak el is tűnt. Na, várjatok egy pillanatot. Garden of Deep Purple. Hát elvég ott kéne lennie. De valamilyen nincs.
Jó, akkor nézzük meg ezt a Sir Ansbachot. Azt mondja, hogy Storehouse First Floor. Na és itt hol? Hát csak Freyát írja itt. Hát itt... Hol kéne lennie amúgy? Ez a first floor, ez azért elég nagy. Respond to the summons in the storehouse. Oké, okay, és az hol van? Szerintem ez nem, ez levisz, ez biztos, hogy nem kell. First floor. Volt a sarokban. Hol? Itt kellene lennie, vagy... Vagy csak nem látom. Hát itt nincs. Mi a legelső, amit csinálni kell? Main Gate Gross, Site of Grace, és ott beszéltünk mi vele? Freya nem mond semmit. Csak hogy busy. Freya nem mond semmit. Na mi ez? Azt mondja, hogy... Main Gate...
Cross Site of Grace. Az ez. Gondolom. Jó, hát nem nagyon van NPC. Amúgy is miután legyőztük Ledát, ott kellett volna lennie. Hát, az lehet, hogy őt se fogjuk tudni akkor már. Igen, az rémlik, arra emlékszem, hogy itt volt, meg itt volt Tiolier is. Az oké. Okay. A második lelőhely lenne... Várj, azt mondja, hogy Break Michaela's Charm. Az ugye megvolt. Jó, a Storehouse First Floorban nem emlékszem, hogy beszéltünk-e vele. De ott most ugye nincs. Nem, hát igen, nem adtuk oda neki ezt a scrollt. Jó, tehát most itt nincs. Tehát akkor a Storehouse First Floor-on kéne lennie. Tehát ott sincs. Ja. Hát itt meg
próbáljuk megkeresni, de... ez csak a lift. Hajrá, stop soros. Nyomjad. Hát igen, itt ezt szerintem elcsináltuk. Jó, mindegy. Még itt körbeszaladok azért, hát ha itt van, de... valahol itt kéne lennie. Nem emlékszem, hogy beszéltünk-e vele. Biztos nem kell lemenni a lifttel, mert azzal jöttünk be a Specimen Storehouse-ba. De mondom, simán lehet, hogy túl korán mentünk be a Mesmer fight-ba. Az egy ilyen breakpoint, ahogy láttam. Meg a föl, itt kéne lenni az első emeletem. Na jó, mindegy. Még egy kicsit próbálkozzunk akkor. Nem ez volt, ez mi? Melyik az a grész? De komolyan. Egyszer csak oda találunk. Remek. Nézzünk meg egy tiszt.
guided by compassion. Valahogy tovább életbe kellene tartani a tiszt. Agresszívebbnek kéne lenni. Nem tudom, az a csárm amúgy mit csinál. Tehát amit le kell venni. Később, hát beívhatjuk a second phase-be is, az a baj nagyon gyenge. Tehát hamar meghal. Ennyiből jó mondjuk a mimik, hogy az tovább bírja. Szerintem sikeresebbek voltunk a mimikkel. Tehát nagyon hamar meghal.
promise you a 1,000-year voyage guided by compassion. Nem tudom. Ez, amit itt a végén csinál, tehát itt a second phase-be, ez végén, hát a second phase-be, ez nem tudom értelmezni.
direkt várok egy kicsit, hogy nem mondom, beadja ezt az atakot, vagy nem. És amint megnyomom a csengőt, rögtön. Hát, hogy ki kéne csízel, vagy igen. Oh shit, nem ezt akartam. Okay.
Lehet, hogy így kéne. First face-t meg kéne csinálni egyedül. És a Mimic még mindig fél HP-n van, még mindig. És már majdnem halott volt. Jó, akkor az első face-t meg kell csinálnunk egyedül. Ami így ránézésre szerintem hozható. Nem volt meg a ritmus. Jó, ez a first phase, ez szerintem hozható, csak tegel el kell találni a ritmust. Ott van még egy. Ah.
Jó, na, én meguntam ezt a dolgot most, úgyhogy itt most meg is állunk. Már nem fáradt vagyok, tehát fáradt vagyok, már nem tudok koncentrálni, meg már kezd idegesíteni. Úgyhogy innen folytatjuk majd a következő alkalommal.